agresszív a gyerek, és én mindig veszekszem vele fél órákat, kiabálok, üvöltök, még kicsit meg is verem, akkor ez is egy megerősítés. Miért megerősítés ez? A válasz is agresszív. Egyrészt mert agresszív a válasz, másrészt mert mit csinálok, miközben vele kiabálok, meg ordítozom, vele foglalkozom, rá figyelek. Számos érdeklődőt vonzott Szűcsné Karku Zsuzsanna agresszióról és indulatkezelésről szóló előadása a Közkincs Szabad Egyetem legutóbbi alkalmán. Az Exárdi Oktatási Intézményben dolgozó pszichológus elmondása szerint manapság a gyerekek az elmagányosodás és az elidegenedés problémájával küzdenek. Még velünk az volt a probléma annó, hogy sokat bandáztunk a játszótereken, most az a probléma, hogy iskola után mindenki eltűnik az utcákról, a terekről, és otthon egyedül és internet mögött, számítógép mögött töltik a gyerekek az időt, emiatt nincsenek barátaik, nem tudnak konfliktust kezelni, közösségbe beilleszkedni, tehát hogy én ezt látom most a legnagyobb problémának így az iskolában és az óvodákban. A pszichológus előadásában kiemelte a jó családi minta fontosságát. Mivel a szocializáció elsősorban a családban történik, nagyon lényeges, hogy a gyerekek milyen példát, milyen viselkedési mintákat látnak otthon. Ezen felül az is nagyon jellemző, és ezt mostanában tapasztalom én is, hogy a szülők bár nem agresszív mintát mutatnak otthon, de nem tudják a gyerek agresszióját kezelni. Tehát ez egy természetes, velünk született dolog, ami a gyerekeknél ugye a dackorszakban, az önállósodás első időszakában kiéleződik, és ha ott a szülők nem tanulják meg jól kezelni, vagy nem tudják jól kezelni, akkor sajnos megmaradhat, annak ellenére, hogy a család nem agresszív. A szakember azt javasolja a szülőknek, hogy legyenek következetesek, maradjanak higgadtak, és törekedjenek arra, hogy a gyermek ne érjen el sikert az agressziójával. A pszichológus szerint a pedagógusok, védőnők és nevelési tanácsadók is tudnak segítséget nyújtani, és ne felejtsük el megkérdezni a családon belül a szülőket és a nagyszülőket sem.